Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Gyógyszerhiány a patikákban, egyes termékek gyártása lehet, hogy csak decemberre fog helyreállni. Gáz helyett árammal fűtenek, ahogy tudnak, úgy spórolnak Sivolgárdon. Fejlesztik a Szálkai strandot, májusra készül el a beruházás. Mészői Szavaló verseny, 13. alkalommal szerveztek vers és prózamondó megmérettetést Szekszárdon. Hónapok óta hiányoznak egyes gyógyszerek a patikákból, azonban a probléma nem csak hazánkban van jelen, egész Európát érinti. Bár a készítmények pótlása már elkezdődött, egyes termékek gyártása lehet, hogy csak decemberre fog helyreállni. Tele vannak az egyik szekszárdi gyógyszertár fiókjai, azonban ez nem volt mindig így, hiszen sokan tapasztalták, hogy több termék hónapokig hiányzott az üzletekből, és van, ami még mindig hiányzik. Ezek többek között a vén nélkül kapható szezonális betegségek kezelésére szolgáló készítmények voltak. Én azt gondolom, hogy ennek az egyik legfőbb oka az volt, hogy a Covid idején hordtuk a maszkot, megvédtük magunkat és egymást. Nem terjedtek ezek a felső légúti megbetegedések, most viszont már sokkal szabadabbak vagyunk, és a gyártók egész egyszerűen nem készültek fel erre a mennyiségű igényre, sokkal durvábban, erősebben tértek vissza ezek a járványok, ráadásul az időjárás is elég változékony, sokkal könnyebb megfázni. Mindez komoly gyógyszerhiányt okozott, az elnök elmondta, hogy januárban a gyártók már elkezdték a probléma megoldását. A vényköteles készítmények esetében pedig számos gyógyszerre van helyettesítő termék. Ha az orvos ezt nem zárja ki, hogy mi lehelyettesítsük a gyógyszert, akkor a problémát a patikában tudjuk orvosolni. Azonban valóban azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan készítmények, amelyek eltűntek, és nincsen helyettesítője sem. Az orvosok hozzá tudnak jutni ezekhez az információkhoz, de ehhez az OGY-nek a honlapját kell látogatniuk. Mi a gyártóktól azért közvetlenebből kapunk támogatást. Főképp a diabétesz kezelésére szolgáló, illetve a testsúly csökkentésre alkalmas vényköteles gyógyszerekből van a legnagyobb hiány. Több termék már helyreállt, azonban egy hosszú ideje fennálló hiányosságot hónapokba is beletelhet pótolni. Egyes termékek gyártása lehet, hogy csak decemberre oldódik meg, mondja a szakember. Akinek valamilyen kedvezmény jár a személyi jövedelem adóból, annak érdemes már januárban kitöltenie az adóelőleg nyilatkozatot, hogy a munkáltatója kifizetője már a januári fizetésénél figyelembe vegye a kedvezményeket, mutatott rá a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedden kiadott közleményében. Megjegyezték, hogy a legegyszerűbb megoldás online módon benyújtani a nyilatkozatot az online nyomtatvány kitöltő alkalmazással, amit a KAÜ azonosítással lehet elérni. Az új nyilatkozatban a webes felület az ismert adatokat kitölti, a NAV pedig automatikusan továbbítja a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek az online beküldött dokumentumot, tették hozzá. Jelezték, hogy továbbra is van lehetőség papíron nyilatkozni, amit aláírva két példányban személyesen kell átadni a munkáltatónak. Dombóváron több autó visszapillantó tükrét lerúgta, összetört egy kaputelefont, és pár száz forintért még egy kocsit is feltört az a 18. születésnapját ünneplő helyi fiú, aki azt gondolta, hogy felnőttként sokkal több mindent megtehet, mint korábban. A fiatal elismerte a nyomozóknak, hogy ő rongálta meg éjjel az utcán parkoló kocsikat és a kaputelefont is. A városban sétálgatott, közben sokat ivott, és még valami fel is dühítette magát, ezért négy kocsi tükrét is lerúgta, emellett egy kaputelefonba is beleöklözött. Hogy tetézze a bajokat, hazafelé menet egy kocsi ablakát is betörte, mert látott benne pár száz forint apró pénzt, melyet magával is vitt. Azt is elismerte az egyenruhásoknak, hogy korábban az egyik helyi üzletből is lopott. A 18 éves fiút 5 rendbeli rongálás, 1 rendbeli garázdaság és 2 rendbeli lopásvétség miatt hallgatták ki gyanúsítottként a dombóvári nyomozók. Gáz helyett korszerű invertes klímákkal fűtenek a siolgárdi közintézményekben. Ezzel évente több millió forintot spórolnak meg. A kistelepülés rezsiszámláinak kifizetését egyébként az állam is segíti. Ezek hűtő-fűtő klímák, ráadásul inverteresek, tehát a legújabb
megoldások. Decemberben szerelték fel ezeket a modern klímákat a siagádi polgármesteri hivatalban, de nem csak itt, az óvodában és a bölcsödében, valamint a helyi konyhában is ilyen berendezésekkel fűtenek most, mivel sokkal olcsóbbra jönnek ki, mintha gázt használnának. Példaképpen mondom, tehát a konyháknál olyan 100 000-es nagyságrendű volt, tehát 100 plusz-minusz 5 000. Az első számla az 1 millió fölötti volt, tehát ebből adódóan azért látszik, hogy egy 12 hónapra számolva is általányt fizetünk, hogy mennyi lenne ez a pluszköltség. De nem csak így spórolnak a településen. Péntekenként például a polgármesteri hivatal munkatársai otthonról dolgoznak, valamint az önkormányzati épületek nem használt részeit lezárták ideiglenesen. Siagárd egyébként az államtól 3,3 millió forintot kapott első körben rezsitámogatásként, amit a számlákra és például diákétkeztetésre fordíthatnak. Ezzel felélegezhetnek az önkormányzatok. Én a kollégákkal is beszélve mindenki azt mondta, hogy szerinte ez így teljesen korrekt. Most ugye erre a térről beszélünk, aztán majd meglátjuk a jövő tél az hogy alakul, de most azért az órunkat kidugtuk a víz fölé mindenki. Siagárdon a fejlesztésekről sem feledkeztek meg. Idén is számítanak a településen a Magyar Falu és a TOP Plusz pályázati támogatásaira. Szombaton 10 órától írnak központi középfokú felvételi vizsgát a 9. évfolyamra a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkező diákok, tudatta az Oktatási Hivatal szerdán a honlapján. A január 21-i vizsgákon 541 helyszínen több mint 71 000-en felvételiznek. A 9. évfolyamra pályázók írásbeliére több mint 56 000-en jelentkeztek. A 6 évfolyamos gimnáziumi teszten csaknem 9100, a 8 évfolyamoson több mint 6 000 gyerek vesz részt, közölte a hivatal. A korábbi 50 000 forintról 58 000 forintra emelkedett januártól az első sikeres nyelvvizsgadíjához nyújtott kormányzati támogatás, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára szerdán. Nagy Varga Zsófia a fiatalok támogatását szolgáló intézkedésekről elmondta, az első sikeres nyelvvizsgadíjának visszatérítése alapvetően 35 éves korig jár, de gyermekvállalás esetén megszűnik a korhatár. Ugyanez igaz a fiatalok jogosítvány szerzésének támogatására is, folytatta hozzátéve, a sikeres KRESZ vizsgadíját 25 000 forintos értékhatárig visszafizetik a 20 év alattiaknak, de aki kisgyermekkel van otthon, legyen szó akár egy gyeden lévő nagyszülőről, korhatár nélkül élhet a támogatási formával. A helyettes államtitkár az elmúlt évek egyik legfontosabb intézkedésének nevezte a 25 év alattiak SZIA mentességét, amellyel a kormány 2022. januárjától segíti a fiatalok munkaerőpiacra lépését. A tervek szerint májusra készül el a Szálkai strand, a több mint 110 millió forintos beruházás során többek között partvédelem épül. Még ősszel kezdődött el a Szálkai tó fejlesztése, a beruházás már több éve tervben volt, az önkormányzat erre nemrég 116 millió forintot nyert pályázat útján. Így a 67 hektáros tavon egyebek mellett partvédelmet alakítanak ki, amire azért van szükség, mert az elmúlt években a csapadék bemosta a töltésgátat a tó medrébe. A legfontosabb része a partvédelem, ami egy szölöpözessel fog elkészülni, jelen pillanatban ilyen 50%-os állapotban van, és a mederfenék homokkal való megszórása, az teljesen kész van, úgyhogy ezek a legnagyobb erényei, amik lesznek, mert azért bizonyos helyeken iszapos volt itt a tófenék, meg ahol meg nem volt iszapot, nagyon csúszott, a homok ezt mind meg fogja gátolni. Emellett parkosításra is sor kerül, továbbá a gyerekeknek külön egy sekélyebb fürdőhelyet is kialakítanak. Hát az ötlet az régóta megvan, az már 15 évvel ezelőtt megszületett, csak ugye nem volt rá pályázati forrás, lehetőség, és most adott egy olyan lehetőség, hogy ezeket a munkákat, amiket ma hosszú évek óta tervezünk, ezeket most elkészítsük. Ez nyilvánvalóan mindenkinek az előnyére fog válni, itt a környező települések támogatásával készül,
és azért elég népszerű a látogatottsága a astannak. Ugye. A víz kiváló minőségű, azt folyamatosan ellenőrzik, azonban a tavalyi év szárassága szálkán sem kedvezett. Jelenleg 80-100 cm-nyi víz hiányzik a tóból. Utóbbi feltöltöttségét többek között a település vízelvezető rendszere biztosítja. A polgármester azt mondja, reménykednek abban, hogy a mostani esőzések is javítanak a helyzeten, és a szezon kezdetére már teljesen feltöltődik az állóvíz. Az előző uniós elszámolási ciklushoz képest majdnem háromszoros. Összesen mintegy 310 milliárd forint pályázati támogatás jut a magyarországi erdőkre 2027-ig, jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Budapesten az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára. Zambó Péter hangsúlyozta, hogy az agrár támogatások a költségvetési kiegészítésnek köszönhetően nőnek. A kormány azt szeretné a megemelt támogatásokkal elérni, hogy a magyarországi erdők állapota javuljon, területük bővüljön, a fenntartásukat végző vállalkozások pedig versenyképesek legyenek, tette hozzá. Bemutató edzést tartott az utánpótlás korosztály számára a Dombóvári Kosársuli KE MB2-es felnőtt csapata a Szent Orsolya Bencés iskola központban. Olvashatjuk az Egyesület közösségi oldalán. Szilágyi Tamás vezetőedző meghívására érkeztek a kosársuli tanítványai a sporteseményre. Rendkívül fontos a gyerekek motiválása, ösztönzése, a példamutatás, ez az alkalom kiváló lehetőséget biztosított mindenre. A látványos elemekben is gazdag tréninget követően lehetőségük nyílt a gyerekeknek egy kötetlen beszélgetésre is, melynek keretében kérdéseket tehettek fel MB2-es játékosaiknak. Mészöly Miklós születésnapjához közeledve 13. alkalommal szerveztek vers és prózamondó versenyt Szekszárdon. Az idei megmérettetésen is sokan vállalkoztak arra, hogy a Tolnai Vármegye székhelyi szülöttjének egy szerzeményét előadják. A zsűri és a felkészítők is egyetértettek abban, hogy nagyobb teret kéne szentelni az oktatásban a kortárs irodalomnak és ezen belül is Mészöly munkásságának. Nem is tudom, hogyan tegyem szóvá. Annyira nincs arányban semmi, sem az ajándékkal, sem a veszteséggel mégis. Kell némi ünnepélyesség ez alatt a szűkösen magas ég alatt, mert hiába való kőtáblára vésni. Dávid Marcell lett az idei Mészöly Szavaló verseny győztese a költő Szemle című művének részletével. A fiatal versmondó véleménye szerint nagyon nehezek a Mészöly szövegek, mégis különleges élményt jelent számára a velük való foglalkozás. Azért választottam ezt a verset, mert nagyon jól tudok vele azonosulni. Nem volt egy egyszerű feladat megtanulni és értelmezni, mert elég mély a jelentése, de én megszerettem nagyon. Csizmezi a Mónika felkészítő véleménye szerint a szekszárdi iskolákban kiemelten kell kezelni Mészöjt, még ha nem is fajsúlyosan része a tananyagnak. Évek óta járunk erre a szemlére, mondhatnám így, vagy megemlékező találkozóra, és azért tartom ezt nagyon fontosnak, hogy a diákjaink találkozzanak Mészöly szövegekkel, mert így tudjuk talán a kincseinket, a hagyományainkat ápolni. Összesen két kategóriában 13-an jelentkeztek, kizárólag a fiatal korosztály képviselői. A zsűri véleménye szerint nagyon hiányoznak a fiatal felnőttek a versenyekről, hiszen Mészöly alkotásainak értelmezése a meséken kívül nem a kisiskolásoknak való. A legjobbak lehetőséget kaptak az ajándékokon kívül a hagyományos Mészöly emléknapon való bemutatkozásra is. Regionális híreink következnek. Újabb kormányzati segítség Pécsnek, a felszabaduló forrásokat félti a képviselő. Kiterjesztették az SZIA kedvezményt, 30 év alatti nők is részesülhetnek a támogatásból. Robotsebészet Pécsen, a napi gyógyítás része lesz az új technológia a szakember szerint. Támogatást kapott a kormányzattól a pécsi hullámfürdő. Januárban 28 millió forinttal járul hozzá a központi költségvetés a rezsiszámlák fizetéséhez, így biztosítva az intézmény működtetését. Az önkormányzat gazdasági bizottsága kedden döntött a támogatás befogadásáról. A jobboldali képviselő szerint a jó hír mellett az a rossz hír, hogy az így felszabaduló források nem a pécsieket segítik.
Úszók a pécsi hullámfürdő fedett medencéjében télen sem kell bezárni a sportlétesítményt, mert a kormányzat segíti a megemelkedett rezsiköltségek fizetését. A támogatás befogadásáról döntöttek kedden az Önkormányzat Gazdasági Bizottságának ülésén, mondja a Fidesz képviselője. Barkóczi Csaba szerint hiába a kormányzati támogatás, ha a városvezetői oldal hozzáállása rossz. Nem ez az első ilyen támogatás, a tavalyi évben is rendszeresen érkeztek különböző nagyságrendű, több 10 milliós összegek a hullámfürdő üzemeltetésére. Ezért köszönhet a magyar kormánynak, ami nagyobb baj, hogy ezek az összegek miután megérkeznek Pécsre, a pécsiek azt érezhetik, hogy ahogy Péter Fiatilla és csapata ráteszi a kezét, ezek az összegek kézen közön eltűnnek. Például erre szerinte a NEFCO úszodája, aminek a medencéjét már felújították, de nem töltik fel vízzel és nem nyitják meg. Pedig a támogatás miatt most jutna forrás az üzemeltetésre, mondja a képviselő. Pécsnek azt a rendelkezésre álló pénzösszeg és lehetőségek, amik megvannak, azok nem a másik úszodának az üzemeltetésére, hanem olyan típusú embereknek, mint a PSM vezérigazgatója Máté János, mint a polgármester sportügyi megbízottja az éves szinten 15 millió forintért dolgozó és ennyi pénzt felemésztő Török Otto, és a város sportügyi alpolgármester az éves szinten a pécsieknek 20 millió forintjába kerülő Nyugéri Lajos bérére kerülnek kifizetésre. A támogatásról és az úszodák üzemeltetéséről a január 24-i közgyűlési ülésen lesz szó, akkor megkérdezzük a város vezetői oldalt is. A kormányzat most 28 millió forintot adott a hullámfürdő rezsiszámláinak kifizetésére. Tavaly novemberben 33 millióval segítettek. Így nem kellett bezárni a létesítményt a sportolók és a nagy közönség előtt. Új SZIA kedvezményt érvényesíthetnek a 30 év alatti anyák 2023-tól. Azok a nők vehetik ezt igénybe, akik már betöltötték a 25. életévüket, de még nincsenek 30 évesek és gyermeket vállalnak. Idén a kedvezmény összege jogosultsági hónaponként 499.952 forint, ami közel 75.000 forint adó megtakarítást jelent. Az idei évtől a 25 év alattiak SZIA kedvezményét kiterjesztette a kormány a 30 év alatti édesanyákra. A kedvezményt azok a nők vehetik igénybe, akik már betöltötték 25. életévüket, és a jogosultság megnyilásakor még nincsenek 30 évesek, valamint a családi kedvezményre 2022. december 31-ét követően váltak jogosultá. Ezzel a kedvezménnyel az adóalapot lehet csökkenteni. A jogosultsági hónapokban szerzett jövedelemre lehet érvényesíteni a kedvezményt. Ez lehet bérjellegű jövedelem, vagy egyéb nem önálló tevékenységből származó jövedelem. Ilyen például a munkabér, a táppénz, a törvény szerinti végkielégítés, a csecsemőgondozási díj, vagy pedig a gyermekgondozási díj. A kedvezmény jogosultsági hónapokban érvényesíthető. A jogosultsági hónap az az időszak, amikor az édesanya vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekére, illetve magzatára tekintettel családi kedvezményre jogosult. Legkorábban a 25. életév betöltését követő hónaptól érvényesíthető a kedvezmény. Abban az esetben, hogyha a jogosult havonta szeretné érvényesíteni a kedvezményt, akkor nyilatkozatot kell tennie a munkáltató vagy kifizető felé, arról, hogy érvényesíti a kedvezményt, illetve a kedvezmény érvényesítendő összegét kell a nyilatkozatban szerepeltetni. Hogyha valaki évközben nem szeretné érvényesíteni a kedvezményt, akkor évvégén a bevallásban ezt egy összegben megteheti. Emellett az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő az adóelőleg megállapításakor saját maga érvényesítheti a kedvezményt. A 30 év alatti anyák kedvezményének összege havonta legfeljebb 499.952 forint, ami 74.993 forint adó megtakarítást jelent. Az érvényesítéskor tekintettel kell lenni a többi adóalapkedvezmény érvényesítési sorrendjére. Újabb területen bizonyított az a robotsebészeti eszköz, ami a Pécsi Klinikai Központban működik. Fülorgégészeti beavatkozást végeztek az új technológiával. A szakember azt mondja, a Baranyai Vármegye székhelyen is a napi gyógyítás része lesz a robotsebészeti eszköz használata, így növelve a műtétre várók kevesebb beavatkozást igénylő ellátását. Robotsebészeti műtét a Pécsi Egyetem klinikáján. Az országban elsőként itt hajtották végre az első robottal végzett fülorgégészeti beavatkozásokat.
tavalyi év augusztus végén érkezett a robot egy RRF pályázat keretein belül, és azóta elkezdődött a munka is, hiszen egyre több munkacsoport tudta elkezdeni vele a mindennapi munkát. Így már a sebészet, urológia és nőgyógyászat mellett, amely az országban Budapesten is hozzáférhető, nálunk unikumként a mellkassebészet és a fülorgégészet is csatlakozott ehhez a palettához. Jelenleg a világban eddig már 10 millió robotsebészeti műtét történt azzal a típusú berendezéssel, amit Pécsett is használnak, mondja a szakorvos. Összesen 67 országban használják ezt a technológiát. Dr. Papandrész szerint a robotsebészeti beavatkozások hazánkban is egyre jobban a hétköznapi gyógyítás részévé válhatnak az egyes területeken, így Pécsen is. Világszerte azért ez már abszolút egy mindennapi gyakorlatban ott levő technika, és hát mi is ezt tervezzük, hogy ez nálunk is a mindennapok része legyen. Mint említettem, Budapesten van 2 centrum, és vidéken egyedül Pécsen működik egyelőre robotsebészeti rendszer. A mi terveink szerint az évi 400-450 robotsebészeti beavatkozás az, amit megcéloztunk. Ezen fog osztozni az előbb említett szakmák, tehát a sebészet, az urológia, a nőgyógyászat, a mellkassebészet, illetve a fülorgégészet. A robottal végzett beavatkozások előnye, hogy kisebb roncsolással végezhetők el bizonyos műtétek, mint a hagyományos sebészeti eljárásban. Így a betegek gyógyulása is gyorsabb. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. Gyógyszerhiány a patikákban, egyes termékek gyártása lehet, hogy csak decemberre fog helyreállni. Gáz helyett árammal fűtenek, ahogy tudnak, úgy spórolnak Sivolgárdon. Fejlesztik a Szálkai strandot, májusra készül el a beruházás. Mészői szavaló verseny, 13. alkalommal szerveztek vers és prózamondó megmérettetést Szekszárdon. Csütörtökön hideg front a Dunántúlon erős, másút mérsékelt vagy gyenge északnyugati szél alakítja az időjárást. Reggel és délelőtt borongós időben sokfelé kell számítani csapadékra. Délután fokozatosan gyengül az eső, borult marad az ég. Éjszaka alapvetően borult időre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!